Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli, Farkasinszky Gyuláné tanítványai, a Debrecent verték 86-50-re. Vasárnap a közvetlen riválisnak számító Szigetszentmiklósi együttes ellen léptek volna pályára a Dobó Lilláék, azonban a mérkőzés elmaradt. Csütörtökön ugyan jelezte a BKG, hogy ő szeretné ezt a mérkőzést innen eltenni, de az idő rövidsége miatt itt azért végig kell gondolni, hogy mi is a megoldás, ugye arról terem problémák vannak, a játékosaink azért egyetemre járnak, nem mindenki nyíregyházi, tehát ugye eleve utazni is kell, és így mondtuk, hogy hát oké, keressük a megoldást, de próbáljunk meg valami olyan időpontot, ami mindenkinek jó. Ezek után ugye nem történt semmi, majd péntek este éppen junior mérkőzésünk volt, amikor megcsörrent a telefon, de hát mi a mérkőzés volt, ezért így nem tudtuk fölvenni, szombat reggel próbáltunk újra kapcsolatot teremteni a BKG-val, nem tudtuk elérni őket, majd szombat 11 órakor ugye jöttek azzal, hogy na, akkor játszunk mérkőzést, majd ekkor meg ekkor, és ezek olyan időpontok voltak, amit nem tudunk elfogadni, tehát mi egy amatőr csapat lévén nem tudunk péntek vasárnap NB1-es mérkőzés játszani, nagyon örülnék neki, annyi játékosunk lenni, és olyan erőben lennék, hogy nekünk ez nem okoz problémát, de sajnos ez nem lehet megoldani. A hazai csapat, a játékvezetők és a szurkolók megjelentek a Szent Imre csarnokában, a Sziget-Szentmiklósi együttesre azonban hiába vártak. Itt volt mindenki, beutaztak a miskolci, a tiszaivárosi játékosok, itt voltak a nézők, a játékvezetők, mindenki itt volt. 4 óra, még mindig sehol senki. Ezek után felhívták a játékvezetők a versenyirodát megkérdezni, hogy ugyan már mi történt. A versenyiroda semmit nem tudott. Ezek után próbálkoztunk, hogy most meddig maradjunk, hogy várjunk-e még. Fölhívtuk ugye a vendégcsapatnak a képviselőjét, aki között, hogy ők első indultak erre a mérkőzésre, mert neki ez az időpont nem megfelelő. Most én ezt maximálisan megértem, mert én értem, hogy egy NBA-es klubnak az NBA-es mérkőzése a legfontosabb, mert világos. Nekünk ilyenek a legfontosabb, mert nekünk ez a legmagasabb szint, de én úgy gondolom, hogy azért illet volna értesíteni bennünket, hogy ezt hogy nem fognak lejönni, nem fogják megoldani, és innentől kezdve el lehet kezdeni azokat a lépéseket, hogy most ezzel a mérkőzéssel mi lesz, hogy ezt újra kell játszani, vagy elteszük egy másik időpontra, de biztos, hogy nem ez lett volna a megoldás, hogy itt mindenki bejön, mindenki eltölt itt az idejét, és arra várunk, hogy ugyan már mi fog történni. És sajnos ez így alakult, nem örülünk neki, mert mi mérkőzést szeretnünk onnan játszani mindenféleképpen. Az amatőr NB egy fehér csoportjának élén a Zsíros Akadémia kőbánya áll 8 győzelemmel és 3 vereséggel. Az 5-4-es mutatóval 5. nyíregyházi kosársuli vasárnap kőbányán lép pályára.